Már hagyományosnak mondható, hogy november 17-én Szent Erzsébet napján adománygyűjtés szervez a Szent Imre Gimnázium általános iskola és óvoda a Kríziskezelő Központ javára. Az iskola vezetősége fontosnak tartja, hogy a gyerekeket az önzetlenségre, az elfogadásra és a rászorulók segítésére nevelje. Az adományozással egy hálát tudunk kifejezni az emberek iránt, és hát Szent Erzsébet példáját is követve a katolikus iskolában fontosnak tartjuk mindannyian. A Kríziskezelő Központ intézményvezetője köszönetét fejezte ki az iskola számára, hogy minden évben a gyűjtésükkel segítik és megkönnyebbítik a téli időszakot. Ez óriási segítség, amit a Szent Imre általános iskola és óvoda és gimnázium diákjai, szülők, a pedagógusok segítséget nyújtanak a gyűjtésben, és ugye rengeteg mennyiségű tartós élelmiszert, nagyon sok konzervet, amit kértünk, és ugye ezt megfogadták a kérésünket, hogy nagy részük ki fog menni az utcára, ott fogják az utcai létre berendezkedett embereknek osztogatni a teajárat idején, illetve menni fognak a karácsonyi csomagokba is, tehát ezzel is próbáljuk még színesebbé tenni az embereknek a karácsonyi készülődést. Zsabka Attila hozzátette, nem csak a Szent Imre, hanem a Táncsis Mihály általános iskola is folyamatosan segíti a munkájukat. Az adományok átadása után a gyerekek betekintést nyerhettek, hogyan is működik az intézmény, és hogyan telnek itt a mindennapok.